Bigyana Rélics számos kitüntetést és érmet szerzett Európa-bajnokunk visszatért a saját Becsei Kajak Kenu klubjába. A Tiszáról indult, hogy világsikereket érjen el, és azzal a szándékkal, hogy népszerűsítse szülővárosát, úgy döntött, hogy versenykarrierjét éppen abban a klubban fogja folytatni, ahonnan elindult. Számomra nem játszik nagy szerepet az, hogy mit nyújthat nekem a klub, mivel nekem nem fontosak az anyagiak. Ami azonban nagyon fontos, az az, hogy jól érezzem magam ebben a klubban, és hogy elégedett legyek az edzésekkel. Hogy legyen valaki, aki figyel rám, aki követi az edzéseimet, a munkámat, a programomat. Nem várok el tehát nagy dolgokat, csupán baráti és csapat jellegű viszonyt. És remélem a korábbi tapasztalataim alapján, hogy ezt itt meg is fogom kapni. Angyelko Miskovics, a Becsei Kajak Kenu Klub vezetőségének tagja elmondta, hogy nagyon elégedettek, hogy Bigyana visszatért abba a klubba, ahonnan származik. Tette ezt szülővárosa iránti érzelmi okokból, és azért is, mert Óbecsén az edzési feltételek kiválóak. Lehet edzeni a Tiszán, a Duna-Tisza-Duna csatornán és a sportközpontban, fűzte hozzá Miskovics. A klub vezetőségének politikája, hogy a mi magas rangot elért sportolóink, akiknek Óbecse a szülővárosa, visszatérjenek ide és evezzenek a klubjuknak. Vajdaságban 18 kajakkenu klub létezik, Szerbiában ez valamivel több. Ám a 18 vajdasági klub közül a mi klubunk mindig ott van az első 5-6 között. Az óbecsei klub nem olyan nagy, mint amilyen például a mitrovicai, a sabáci vagy a palánkai klubok, de mindezek ellenére az eredményeink azt igazolják, hogy a kajakkenu sportban élen járunk. Bigyana az egyik olyan diákunk, aki idevalósi, és aki az óbecsei kajakkenu iskolából indult el. Úgy értékeltük a vele való beszélgetések során, hogy szükséges az, hogy visszatérjen ide és népszerűsítse a városunkon keresztül a kajakkenu sportot. Mint ahogyan azt Miskovics elmondta, megkezdődik a klub helyiségeinek rekonstrukciója is. Kiszélesítik a hangár egy részét, ahol a kajakokat tartják. Felszerelik az edzőtermet, további tornaeszközöket szereznek be, és megteremtik a feltételeket arra, hogy egész éven keresztül lehessen edzeni. Minden pénzeszköz, ami a tavalyi év folyamán nem lett elköltve versenyekre, át lesz irányítva a munkálatokra. Dáne Mándics, a községi tanács tagja kiemelte, hogy nagyon elégedett a klub munkájával, amely a város büszkeségét jelképezi. A Becsei Kajak Kenu Klub egy családias sportközösség, amely az elmúlt időszakban arra szoktatott bennünket, hogy csak pozitív információkat, pozitív híreket ad. Bigyana Rélics visszatérése, a döntése, hogy ismét a Becsei színeit védje, lényegesen fontos, nem csak a klub számára, hanem az egész óbecsei sportközösségre nézve is. Úgy vélem, hogy ez a klub számára is nagy előrelépést jelent. Tehát Bigyana Rélics visszatérésével mindannyian csak nyerhetünk. Ez fontos a fiatalabb versenyzők szempontjából is, akik majd dolgozhatnak Bigyanával. Tapasztalatokat gyűjthetnek tőle, de magának Bigyanának is jó, mivel, mint ahogyan hallottuk, itt ideális feltételei lesznek az edzésre. Ebből a klubból indult el. Rengeteg fontos és kiemelkedő kitüntetést szerzett meg eddig is. De előtte áll még egy olyan időszak, ahol megmutathatja tudását. Hírnevet szerezhet ennek a klubnak és Szerbiának is, hiszen ő is országunk sportjövőjének egyik tagja. Egyébként Bigyana Rélics tegnap, azaz február 7-én Törökországba utazott, ahol felkészülésen vesz részt, de már komolyan készül a nagy versenyekre, amelyek várnak rá az idei évben. A törökországi felkészülésemet minden évben arra használom ki, hogy a legjobban felkészüljek az előttem álló idényre. A 2021-es évben 3 fontos verseny lesz. Az Európa-bajnokság és a világbajnokság, valamint az olimpia, amit még ki kell harcolnom, de remélem, hogy a mindannyiuk iránt érzett hálám jeléül ezt sikerül elérnem, és hogy népszerűsíthetem városomat és országomat. Bízom benne, hogy elégedettek lesznek velem.